A 6 és 18 év közötti korosztályban 280 ezer tanuló vesz részt a Diákolimpia országos versenyrendszerében. A 18 sportágból 4 küzdelmeinek ezen a hétvégén Szabolcs-Szatmár Beregmegye ad otthont. A 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntő a legnépesebb, labdarúgásban, kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában 1008 sportoló lép pályára Kisvárdán és Nyíregyházán. A döntő ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották a Continental Arénában. Bízunk benne, hogy azért mindenki a különböző versenyszámokba olyan élményekkel gazdagodik majd, amelyekkel majd jó szívvel emlékezik vissza Nyíregyházára, vagy akár Kisvárdára, egyben Szabolcs-Szatmár Bereg megyére. Nekünk ez a legnagyobb elismerés, és hát nagyon bízunk abba is természetesen, hogy a megyebeli sportolóink, akik kivívták a jogot arra, hogy az országos döntőn részt vegyenek, legalább olyan sikereket érnek el, mint a tavalyi évben a röplabdás lányok, akik ugye aranyérmet szereztek. Nagyon szeretnék most is, hogyha néhány érem itt maradna a megyében. Természetesen nem ez a legfontosabb az, hogy valóban mindenki jól érezze magát, akár gyerek, akár testnevelő, akár kísérő szülő. Nekünk azt hiszem, hogy ettől nagyobb élmény már nem is nagyon adhatott volna meg a Magyar Diáksport Szövetség, mint hogy ránk bízta ez az országos döntő. Mi igyekszünk a kihívásoknak megfelelni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, azzal, hogy bejutottak az országos döntőbe, már minden fiatal győztesnek érezheti magát. Nagyon örülök annak, hogy itt a városunkban köszönhetünk ennyi gyereket, és a Diákolimpia mindenkinek egy presztízs. Én úgy gondolom, hogy itt ülnek, és itt vannak most a jövő bajnokai, akiknek a céljaik nem más, mint hogy a jövő legnagyobb bajnokai legyenek. Hogyha megnézzük a mostani bajnokokat, biztos, hogy voltak Diákolimpián, úgyhogy már az, hogyha valakit képviseli magát egy döntőn, az óriási lehetőség és óriási dolog, hiszen az az elkötelezettség, az a szorgalom, az a hit, ami bennük benne van, az mind-mind példaértékű, úgyhogy már szeretnék is, hogy kezdődjön. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, és remélem, hogy mindenki el fogja érni mindazt, amit kitűzök maga elő. Péntek és szombati csoportmeccsek után vasárnap rendezik a helyosztókat, a bronzmeccset és a döntőket. Kisvárdán a kézilabdázók, Nyíregyházán pedig a labdarúgók, kosárlabdázók és röplabdázók küzdenek az érmekért.